A következőkben kereskedelmi forgalomban kapható, polimer égésgátlóval ellátott, a BASF Neopor márkájú, szürke EPS alapanyagából gyártott hőszigetelésének égési tulajdonságát mutatjuk be. Az anyag fehér változata stiropor néven ismert. A hőszigetelő lemezek és blokkok testsűrűsége 15-18 kg per köbméter. Amikor a hőszigetelő anyagot egy gázégővel meggyújtjuk, a következő történik. Meggyullad a habanyag és megolvad, eközben kikerüli a lángot. Amint eltávolítják, a láng forrásaként szolgáló gázégőt, a tűz kialszik. Kereskedelmi forgalomban kapható, 180 másodpercig égő fáklyát vakolat nélküli EPS falba szúrnak. A fáklya tüze először meggyújtja és megolvasztja a habanyagot, ezután kúpszerű utat vágva hatol lefelé az anyagon, ami kis füst képződése mellett meggyullad. Felismerhető, hogy a láng, miután az égés forrása eltávozik, azonnal magától kialszik. A szigetelő anyag égésgátló szertartalma megtette a magáét. Ebben a kísérletben ívfényes hegesztőkészülékkel egy fémdarabot hegesztenek, miközben nagyon helytelenül égésgátolt szürke EPS lapokat használnak alátámasztásként. Az ívfény látványosan világít. A tárgy maga eléri a körülbelül 1500 Celsius fokos hőmérsékletet. Az izzó fémrészek ráfröccsennek a hőszigetelő anyagra, de nem tudják meggyújtani azt. Bizonyos idő után a rendkívüli hőfejlődés megolvasztja az anyagot, egy kráter képződik, és az anyag rövid időre meggyullad. Ebben az esetben is azonnal kialszik a tűz, amint a hegesztő elektródát eltávolítják. Egy tűzijáték rakéta kilövő állványa is hatást gyakorolhat a vakolat nélküli EPS falra. Itt a hőforrás csak rövid ideig működik. A hőszigetelő habanyag elszíneződik, de nem gyullad meg.